Termésbecslés, egészségügyi felmérés, szemektelítődöttsége. Többek között ezeket a tulajdonságokat vizsgálták a zentai és környékbeli gazdálkodók pénteken. 250 termelő és szakember jött el Zentára a mezőgazdasági szakszolgálat által felállított mintaparcellák megtekintésére. Ez alkalommal 43 kalászos gabonát nézhettek meg, vizsgálhattak meg. A kedvező időjárásnak köszönhetően szinte minden búzafajta ígéretesnek mutatkozik. Itt el is döntődnek a vetésforgónak a sorsai, hogy majd őszre mit fogunk tenni. Tehát most szépen látszik, hogy milyen gazdag a kalász, hány sort hoz, milyen hosszú, tehát ez mind kihatása van később a termésre. A szakemberek figyelmeztetnek, a búzatermelésben fontos a teljes agrotechnika és a növényvédelem betartása. A kezelése kihagyása terméscsökkenéssel és minőségromlással jár. Amikor lekezeltük rovarölővel is, akkor, tehát próbaparcellaként, akkor ott is volt termés különbség, ahol a rovarkárok megjelentek, ugye. Ami szemben nem látható, de végén a kombajzás után igen. A kalászos gabonákból felállított, mint a parcellákat szakemberek, nemesítők is megtekintették. A betakarítás kezdete és a várható hozamok is szóba kerültek. Ha így folytatódik az idő, már várható, hogy a 6. hónap vége felé még kezdjük a zárpa betakarítását, és elvárom, hogy a korai fajta búzák körülbelül júli 4. és 7. közt megindul az aratás. Ez az a normális idő. Ez amikor akkor megtörténik, akkor valóban normálisak a hozamok is. A zentai mezőgazdasági szakszolgálat évek óta rendez tavaszi és őszi határjárást is, mert itt a termelők testközelből láthatják a hazai és külföldi fajták közötti különbségeket, valamint a betegségekkel és más tényezőkkel szembeni ellenállóságukat. Minden fajtának megvan a maga előnye, hátránya, valamelyiken jobban terjednek a betegségek, valamelyik ellenállóbb a szárazságra, valamelyik magasabb záru, tehát minden fajtának megvan a maga a karakterisztikája, és így a termelők így ki tudják választani, hogy melyikek azok a fajták, amelyek nekik legjobban megfelelnek. Az időjárás kedvez a kalászosok fejlődésének, a magtelítődésnek, így várhatóan szép eredményeket érnek el aratáskor.